Miért érdekesek számunkra egy száz évvel ezelőtt a család Nem is a mi rokonaink, mégis szívesen nézegetjük ezeket a fotókat. A Széchenyi nevet mindenki ismeri, főleg Széchenyi István révén, a kéziratárban viszont a teljes családból találhatók meg dokumentumok. Ezek közül a kedvenceim Széchenyi Viktor családi fotóalbumai. Széchenyi Viktor Széchenyi István bátyjának, Lajosnak volt az unokája. 1871-ben született, katonai iskolába járt és 12 év katonai szolgálat után visszavonult, majd Fejér megye fő lett. Nagyon fontos volt számára a család történetének megörökítése, továbbörökítése. Számos könyvet adott ki, amelyben a felmenőinek a levelezését, vagy családi dokumentumokat ismerhet meg a nagy közönség is. Ezek közül a legérdekesebb 13 fotóalbum, amely 1902 és 18 között mutatja be a család életét. A fotókon keresztül megismerhetjük egy arisztokrata család mindennapjait, láthatjuk a nyaralásaikat, kikkel találkoztak, a gyerekeket felnőni, például Széchenyi Zsigmondot, akit a nagy vadászíróként tartunk számon. Ő ezeken a képeken még gyerekként, például három évesen sárkány Szentgyörgyként az új hintalován játszik. De láthatjuk az első elejtett vadjait is, vagy később majd Széchenyi Viktorral az első világháború idején a front mókáznak. Az első világháborúban készült fotókból is látszik, hogy milyen sok tevékenységben vett részt a család. Például rendezvényeket szerveztek, amelyekkel az árvákat vagy a sebesült katonákat segítették meg. Szokás volt a családban, hogy a gyerekek jelmezbe öltözve köszöntötték a szüleiket névnapjukon és születésnapjukon. Így például látható olyan fotó, amelyen Széchenyi Zsigmond és testvérei Rákóczi Ferencnek és apródjainak öltözve köszöntik a szüleiket. Látszik ezeken a fotókon egy szeretetteli légkör, egy másokra is érzékeny család élete. Sokat tanulhatunk a Széchenyi családtól, szeretetet, odaadást, tevékenységet, áldozatot. Az írásos dokumentumok mellett ezek a fotók képekben mutatják be a család mindennapjait, ezért is válnak annyira szerethetővé.